Kedves kollégák, köszöntök mindenkit ezen a hajnali alkalmon, Fraknói Akadémiának egy különleges mozzanata, amikor az előadások az utolsó negyedik szekció és a vatikáni kutatások és újkori szentszéki magyar kapcsolatok vizsgálata előtt egy kicsit megidézzük legalábbis a koraújkornak a hangulatát, illetve megismerkedünk ennek a kampusznak, most ugye üresen álló kampusznak, ezzel a nagyon csodálatos hangszerével. Tehát 17-18. Századi barokk darabok fognak megszólalni, és két darab lesz a végén nagy kedvencemtől, Domenico Cipollitól, de közben pedig Fresco Balditól és Carissimitől pici verzettók, ugye a liturgikus trienti rítus, liturgikus űrjei kitöltő pici verzettókkal megismerkedünk a hangszerrel is, hogy mik a fő színei és típusai, mindezt gondolnám 4 óra 20 percben. Mielőtt elkezdenénk ezt, szeretném fölidézni azt a 2000 környékén lezajlott beszélgetést köztem és Szovák tanár úr között, amikor megemlítette, épült a Stefánum, hogy a nagyterem hőmérséklete az temperálva lesz. Látjuk, ez most nem sikerült ugye ebben a 40 fokban, és én föltettem csodálkozva a kérdést, hogy miért? Csak nem lesz benne orgona, mert ugye az elhangolódás miatt az egy alapkövetelmény, és akkor mondta Szovák tanár, hogy de igen. Na, hát ugye nekem több sem kellett, akkor utána érdeklődtem, és 2001-2002-ben már az orgona gyárban, az Aquincum orgona gyárban végigkövethettem, ahogy faragják a sípokat, ahogy öntik a sípokat, és ahogy konstruálják a szerkezetet, és itt is végigkövettem, ahogy az üres platóról fölépítik ezt a hangszert, és igyekeztem egészen sokáig, 11-12-ig, amíg úgy annyira meg nem változott a bölcsészkaron a klíma, hogy gyakorlatilag vállalhatatlan volt, addig azért gondját viselnek a hangszerek, és szerintem hallottam visszajelzésekből, hogy a gyakorlásaim azok gyakran kihallatszottak az auditoriumnak az előterébe, és talán adtak egy aurát az egyetemi hangulatnak. Ez nem egy funkcionális kihasználtság volt, tehát ide egy orgonaművész kellett volna, és mesterkurzusok és egyebek, de hát remélhetőleg a jövőben ez be fog következni. Hát ennyit szerettem volna bevezetésről mondani, és köszöntök mindenkit, majd a végén megbeszéltük a Gyurival, hogy a közönséget is fölveszünk kamerával, most nem tudjuk ezt így ezen a szűk helyen megvalósítani, és akkor már is bemutatnám a hangszert, ugye? Előtte meg lehetett nézni, tehát ez volt a leginkább interaktív része ennek a orgona matinénak, és látjuk, hogy 3 billentyűzete van plusz a pedál. Ez azt jelenti, hogy 3 plusz pedál mű tartozik hozzá, meghatározott regiszter hangszín csoportok különféle funkcióval. A főművel, a második manuállal kezdenénk, és minden orgonának ugye az alap hangszín, ami adja azt a méltóságteljes erős orgona hangzást, az a principál, alaphangzásban, oktávval magasabban, még egy oktávval magasabban, és majd egy ilyen kevert színnel bejön az a teljesen méltóságos és fényes orgona szín, amit ismerünk. Ezt fogom most bemutatni Fresco Baldinak az Iste Confessor Hymnus feldolgozásával. Ez egy rövidke kicsi darab. Tehát principál, nagyon szép szólószín. Tehát ez volt a teljes principálkara emelkedő hangszínek. Ez egy nagy orgona, van redőnyműve is, arról most nem beszélünk, hogy miért redőnyű, és ugyanez a principálkar megvan egy más tónusba is, itt most csak akordikusan fogom bemutatni, tehát ugyanúgy
szól az alaphang, ez ilyen lágyabb, vonósabb principál. Megvan a magasabb. Ugyanaz a teljes orgonahangzás, de mégis más. Nézzük meg. És ugye a kettőt össze is lehet kapcsolni, és akkor ez már egy még erősebb hangzás. És a pedálban is ugyanezek ismétlődnek, csak egy mélyebb basszus hangzással, és akkor már is ez így fog kinézni, hogy... Nem csak principálva, hanem ugyanez megismétlődik lágy fuvolákkal mind a három művön, hiszen van egy harmadik művünk, a pozitív mű. Ott fogom bemutatni most csak az idő rövidsége miatt a fuvolakat. Gyönyörű koppelflőt, ez nagyon ritka Magyarországon is, Silbermann orgonákról van véve. Pozitív mű, azért pozitív, mert ide van a karzatra, a hátam mögé rá helyezve, németben rük pozitív, és itt ezek látjuk is nagyon szépen betekinthetők, ezek itt a hangzó sípok, mert ugye a homokzatban látsz, az a díszlet, valahogy sokszor nem is szólnak a sípok. Mindig azt számít, ami az orgonában belül van. És most Frescobaldinak a Magnifikát sorozatából egy-két részletet fogok játszani, ami bemutatja alapfekvésben, illetve egyre magasabb fekvésben, illetve egy tremulóval megrezegtetve, hogy milyen egy nagyon szép fuvola szín ezen a pázmányos orgonán, vagy volt pázmányos orgonán. Színét, tremoló nélkül. És ugyanezt az olasz irodalom által nagyon kedvelt tremolóval, még egyszer Girolamo Frescobaldi 1643-ban hal meg, tehát a Barberini korszaknak az orgonistája. Jó egy korszakot úgy is látni, hogy az ember olvassa a forrásait róla, és egy picit legalábbis ilyen műkedvelő szinten játsza a zenéjét, ez egy nagyon varázslatos szín lesz. Thank you.
És nyilván ez a pozitív mű, ez a legfényesebb, nem csak ilyen szép fuvolákból áll, hanem ugyanígy emelkedik föl a hangzása. És akkor nagyjából ezek a fő karakterei az orgonának. Ezek a nem elhangolódó ajaksípok, amiket látunk itt a homlokzatban is. Vannak a trombita hatást adó nyelvsípok, azok most elég hamiskásak, de azért megmutatom őket, csak egy-két akkord erejéig. Hogy néz ki a főműnek a trombitája, az így szól. A érzékenyebb idegrendszerűek fogják be legalább az egyik fülüket, mert azért ez meg fog egy kicsit szólalni. Az önmagában egy kicsit repetve az ég, de a többivel együtt jól szól. Pozitív műnek van egy nagyon szép fa regálja, egy fa krumhorn. Ez kicsit hamiskáljuk. És a redőnyműnek a francia trombitája oboával. Összes együtt, hogy mit tudnak ezek azért, azt megmutatjuk. Na most kell befogni majd a fülünket. Ehhez mindent hozzáteszünk, amit többé-kevésbé bemutattunk, ha már is megkapjuk a teljes orgona hangzást, ez ebben egybe fog olvadni. Na azért ez kicsit hamiskás volt így a nyelvek miatt. Hangolni nem volt időnk. Tisztelt Akadémia, orgona bemutatónk a végéhez közeledik. Egy nagyon szép olasz darabbal. Tavaly Pannonhalmán, nagy kedvencemnek, Domenico Cipollinak, az Il Gesù orgonistának, aztán aki elment később Dél-Amerikába, jezsuita misszionáriusnak, játszottam az első híres Al Elevazione darabját úrfelmutatásra írt darabját, megint csak ugye a trienti rítusban gondolkodunk. Mostani alkalomra a második ilyen Al Elevazionéval, nem az F-durral, hanem a C-durral készültem. Ezzel fejeznénk be az alkalmat, és időbe belefér, át is fogunk érni, ugye? Munkánk érdemi része, hiszen ez csak a szórakozás, mert a tudományhoz valamilyen kis művészet talán kell, hogy az ember pszichéjét egyensúlyba tartsa. Kb. 3-4 perces darab lesz, tehát képzeljük el olasz barokk templomot, tömjénfüst, átváltoztatás utáni pillanatok, folytatja a papa kánont, ugye hát orientem, és közben ilyen zene szólt. 18. század elején, 1715-ben jelenik meg egyébként ez a ciklus a Domenico Cipollinak.